Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Helyes, működik valamennyire. Hol állnak? Ez megvan. Remek 95. Köz 94. Komolyan 0-4 ugyanolyan jó. 0-4 ugyanolyan jó. 93. Remek. 92. No hát, korlátosan szórakoztató, nekem is, meg valószínűleg nektek is, de egyszer be kell találni ezeket a vackukat. Na. Utolsó, ami nagyon idegesítő. No. Yeah. Egy módon lehetne ezt egyszerűbbé tenni, ha mondjuk egy pufferral összekötném, hogy néhány másodpercig, vagy nem amennyi, nem tudom a puffernek pontosan mik a lehetőségei, ne tudjon tovább lépni, és azzal megoldanám a kényszerítettségét. Hol tart most? Oké. Még 4 egész valamennyi, tehát még 4 éjszaka, vagy inkább 4 éjszaka. Ja, hát majd meglátjuk, hogy ki hogyan lépked. Minden frankó, vagy sem. Kaja szépen növekszik, úgyhogy azzal nincs baj, mint látom. Legalábbis ebben a formában. Ébe-hóban még dolgoznak is ezeken. Nem kapkodják el, nem mintha nagyon kéne. Ez termel oxigént. Ez amennyire tud termel oxigént. Ez persze, hogy nincs. Miközben igényelni az acélt. Mert túlmelegedni azt tud. Működni azt nem annyira. Na, a fő gondom az, hogy innentől kezdve, hogy korlátozott az acélkészletünk.
lassacskán azért tényleg kifogyunk belőle. Bármennyire is. Egy darabig úgy tűnt, hogy szinte végtelen van. A vége az, hogy fogyóeszköz. Ez az a cél dolog. Hogy valahol kénytelen leszek egy újra egy kis acélgyártást előadni. Nem kell sok, de egy kicsi azért igen. No. Gyakorlatilag ennyi kell. Ugye ez itt lassan-lassan működgessen. No. Szeretném, ha megépülne addig, amíg visszatér a rakétánk. Annyira nem sok alkatrész az egész. Hát, hogy te miért úgy mozogsz, mint egy nyomi? Nem is tudom. Na, hogy mennyi ideig tartja azt? Szabadon be lehet állítani. Akkor igazából valószínűleg az egész úrázás és egyebeknél. Fene tudja. Egy időzített jelet akkor is kellett volna, nem kellett volna problémázni a precizitáson. Egy ellenjellel kombinálva, hogy a következőre ne tudjon tovább haladni. Aznap.
Egyébként vasból sincs végtelen. Meglepő módon. Na jó, annyira nem meglepő, csak kellemetlen. Hogy állunk? Két nap. És nincs meg. Még nagyon nincs meg. Még bőfele nincs meg. Jó. Ez lesz a holnapi aktiváció, vagy tehát a 63 esti, ez a 64 esti, és az lesz az ideális. Jó. Na, akkor továbbra is úgy néz ki, hogy működik. És igazából annyira nem kellett volna eszelősen száguldani. 65-nél fog visszajönni. Kicsit még várunk még egy napot akkor a 666. ciklusnál. Az automatizációhoz úgy érzem ez egy jó időpont. Oké. Működik. Mennyi oxigénünk van? 40 kiló. Mondjuk inkább grammokról beszélhetünk. De az a középső az bő pár száz kilót összelapátolt. No. Végtelen folyamatunk. Nem is az a kérdés, hogy amikor építem, akkor megértem-e, mert akkor még nyilván. De nem, hogy csak úgy valaki ebbe belelát, azt úgy vissza tudná fejteni emészhető módon, hogy itt mit műveltünk. Mit és miért. Igazából mondjuk ennek az éskapunak itt nincs értelme, ez nyugodtan lehetne egyszerűen összekötve. De tudom miért van, hogy ne menjen visszafele jel, azért csináltam így. Mert egyébként nem csinál semmit a kimenő jelhez képest, ha csak össze lenne kötve. Ez az egész hármas cucc. Csak ha közvetlen össze van kötve, akkor nem csak ide jön, mint most, hanem vissza ezen az ágon, és ezt is aktiválgatja. És az az, amit el akartam kerülni. Na hát, lássuk. Azt hiszem, itt mindent megépítettek. Igen. Hogy újdonsült kis sokadik cuccunkhoz lassan-lassan hozzányúlhatnak. Ha lesz hozzá kedvük. Túl sok szabad lehetőségük nincs. Ugye ide alig-alig jut el oxigén.
mint látható. Na jó, kénytelen vagyok ezt áthúzni, hogy haladjon. Utána körülbelül egy emberre van összesen szükségünk. Ez belefér, úgy érzem. És nem is végtelen mennyiségről, csak néhány kiló, hogy hívják, acélról, ami kell. Mert záros határidőn belül mehetnek majd a teherje. Rakéták, akár. Ami persze megint egy móka lesz üzembe helyezni, de az olyan, hogy majd. És utána nincs szükség acélgyártásra. Legalábbis kevésbé. No. Ennek mi a gondja? Nem kap áramot, vagy valami egyéb gond van? Nem kap áramot. Vagy lásd, nem mindig. Oké. Kapcsoljuk ki ezt, szükség nincs rá, végtelenbe pumpáljon anyagot. Pillanatokon belül jön vissza. És nyílnak a kapuk. Na hát, ezt mindig is öröm látni, amikor egy ilyen jellegű automatizáció működik magától. Érkezik. Remélem nem süti meg itt a az automatizáció felét. Nem. Ez viszont igen. Az jó egyébként, mert tehát gondoltam, ez a hőcumó azért van itt, hogy ne sütse meg a anyagaimat.
De ezek szerint nem. Egyrészt most kell, hogy visszakössük, de szuper gyorsan. Másrészt meg majd nem is tudom, hogyan fogom elrejteni. Talán ne süsse meg ennyire. Oké. Hát az egyik opció, hogy kap egy szigetelést. Másik opció, hogy megemeljük az egészet egy magassággal. Ez nagyon-nagyon lassan, de épülget. Na, az a része az automatizáltságának, amit akartam, az működik. Hát az nem annyira, hogy az elején megsüti itt a dolgokat. Egészen odáig, hogy random vackokat meg elolvaszt. Oké, és ezt itt miért vette le? Na hát, mindig lesz egy-egy eleme, amelyik nem tökéletes. Jelenleg a szétolvadó kábelek. Thank you.
És újraállt az egész. És ömlik a folyékony oxigén. A visszalát, izorénium, frász tudja mire jó. De van. Az a nyavajás dögnek muszáj itt pakolászni a hülyeségeit. Nem bírja elviselni, hogy ne itt legyen. No, hát nem vadásztam még le állatot ebbe a menetbe. De neked pusztulnod kell. Mérhetetlen útba vagy. De abban lépték be, hogy jó eséllyel miatta nem tudok ma indítani. Na jó, nem. Nem volt annyi feltöltött tartalékunk, hogy azonnalra üzemeljük. Ez most mi volt? What? Miért bontottad el? A kutya nem mondta, hogy bontsd el. De komolyan. Ezt miért bontotta el? Na hát a 666. napi kilövést azt hiszem ezzel kukáztuk is. Egyáltalán opció volt, nem? Sajnos nem opció. Nincs meg a kellő mennyiségű folyékony oxigén. Nem sokon múlt, de nincs meg.
Na és? Hát összességében jól dolgozott a rendszerünk. Nyilván az egy móka, hogy hogyan állítjuk be, hogy melyik időtartamra működik. Most ez egy 9 napra van összerakva, 30 ezer kilométeres távra. Lassabb, messzebb, az egyénileg kell kitalálnotok. És nyilván lehetne rengeteget még javítani rajta. Be van az az. Akkor ezt lehet váltani. Akár egy ellenőrző elemmel keresztül, hogy az összes gantryhez vezető kapcsoló meg legyen kikapcsolva. Akkor véletlenül sem hagyunk gentrit rajta. Ami szintén nem egészséges, ha előfordul. Ja, hát ez a harmadik kamera nem túl okés. Nem teljesen tiszta miért. Jó, vagy azért, mert csomó cuccot benn hagytam. És egyszerűen az nagyon lassan melegszik föl. Üzemi hőmérsékletre. Vagy valami egyéb probléma, nem tudom. Majd meglátjuk. De annak nagyon örülök, hogy a automatizált kapunk az működött. Na, hát az utolsó pár kilométer távot az majd lassacskán szedi össze. Nyilván legközelebb egy kicsit jobban állunk majd. A folyamatosan és jól működő oxigén tárolóinkkal. Netán addigra a harmadik is szíveskedik lehűlni. Meglepő módon most ez a tároló döntött úgy, hogy hát problémái akadnak. Nem problémái, de igen, csak fölmelegedett valahol. Vagy csak rengeteg friss oxigén érkezett be. Amivel nem tudott mit kezdeni elsőre. No, hát
következő napon vagy ciklusban talán elindul. Kutatás haladgat, amennyire tud. Hát azt kapcsoljuk ki, és akkor ez az egész megoldódik. Hát azt a gőzpumpát most csak fölöslegesen üzemeltetjük. Ilyen-olyan amolyan sérülésekig bezárólag. És főleg elektromos igényekkel. Nem, ez a automata pütyű nem rossz, de pont ahol kéne használni, ott egyszerűen túl melegszik. Lehetne acélból. Valószínűleg egyébként ez a koncepció, hogy minden legyen acélból, amit itt használunk ezen pöttyükön. És akkor az drága és problémás. Ne gondolta volna, hogy ennyire nem jutunk oxigénhez ezeknél. Még azért viszonylag, az vagy csak viszonylag stabilan jön. De egyáltalán nem stabil. Random helyekre futkorásznak, most nem is tudom miért. No. Akkor aktiváljuk újra a rendszert.
Oké. Kompletten el tud olvasztani itt egy-két darabkát. Hát annak nagyon nem örülök. Bezárást azt nem bohockodtuk ki, ugye? Nem. És ezt el tudtam még égetni viszont. Annak nem törülök, hogy azt el tudja égetni újra és újra. Oké. Nem tökéletes még mindig. Nem is tudom, mi kéne ahhoz oda. Valószínűleg egy ilyen acélelem. Vicces automatizációs kábelt elégeti, elektromos nem. Vagy... Aha, ennyi, hogy azt a célból építsük meg. Azt hiszem ennyi a szükséges feladvány. Na most ennyivel megpróbáljuk, hát ha ennyi elég a rendszer működéséhez. Ez aktiválva, ez leállítva. Működik szépen, ahogy és amennyire tudom működtetni. Na, haladunk. Oké, egyébként valószínűleg el fogjuk bontani az egész rakétát. És felrakjuk két lábazatra. Annyit, mit tudom én, egy 5-6 magasságot hagyjunk neki. Mert nem akarok minden egyes indulás és érkezés útnél javításokat. Főleg nem ennyit. De az úgy érzem legközelebbre marad, sőt biztosan. Sőt leginkább majd legközelebb érem, mert... Hogy hívják? Hát... A holnapi nap döntő részében a rakétánk utazni fog. Aztán megpróbálkozunk majd egy teherrakétával immáron. Na hát egyelőre működik ez az automatizáció, de akadnak vele problémák. Folytatjuk.